kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Róla Sándor jegyző urat, a hivatal munkatársait, kedves meghívott vendégeinket és a televízió nézőket. 10 képviselő jelent meg a mai ülésen, távolmaradását bejelentette Szepesi Tibor képviselő úr. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltatnak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változtatással, hogy az alábbi napirend kerüljön felvételre. Tehát 18. napirendként javaslat az NHS Tisza non-profit Kft-t érintő ázsiós tőke emelésére. Tudjuk ezt támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Van-e további napirendi ponti javaslat valaki részéről? Amennyiben nincs, akkor a teljes napirendet teszem fel szavazásra, elfogadását javaslom. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat támogatjuk. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 16-tól 18-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Tudjuk-e ezt támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Az ENSZ közgyűlése 2005-ben nyilvánította január 27-ét nemzetközi holokauszt emléknappá. Az egyhangulag elfogadott határozat hangsúlyozza az emlékezés és a tanítás kötelességét, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a 6 millió, igen nagy többségében zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét. A haláltábor felszabadításának 73. évfordulója alkalmából kérem, hogy egy perces néma felállással adózzunk az áldozatok emlékére. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek tárgyalása előtt köszönteni szeretném Sós Tibor urat, videográfust, az időkapszulán.hu film készítőjét, aki az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Fókuszban a bíróság fotópályázatán külön díjban részesült. A kitüntetéshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további munkához jó erőt, egészséget kívánok. Kérem, hogy legyen kedves és egy ajándékot vegyen át tőlem. Tisztelt képviselőtestület, köszönteni szeretném továbbá Antal Szabolcs rendőr zászlós urat, akit az év végén a bűnmegelőzési alapítvány hosszú évek óta kimagasló teljesítményéért és példaértékű szolgálatáért az év rendőre díjban részesített. A rangos elismeréshez szívből gratulálok, jó egészséget, sok erőt kívánok a további munkájához, és szintén kérem, hogy legyen kedves kifáradni és egy ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Köszöntöm a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium testnevelőit, akik a Magyar Diáksport Szövetség elismerését vehették át a Tudományos Akadémián. A Diák Olimpia legsikeresebb testnevelőit jutalmazták, ahol a Karcagi Gimnázium
az egészségfejlesztő testmozgás és egészséges életmód díj kategóriában országos harmadik helyezést ért el. A rangos elismeréshez az önkormányzat nevében szeretettel gratulálok, további szép eredményeket és sikereket kívánok. Felkérem a felkészítő pedagógusokat, nevük elhangzása után legyenek szívesek kifáradni és az ajándékot átvenni. Tóth Barna, bíróné Tihi Márta, kapitány Zoltán, major János és Örlő Zoltán. Tisztelt Képviselőtestület, megkérem jegyző urat, hogy a két ülés között történt fontosabb eseményekről legyen szíves tájékoztasson bennünket. 2018. december 14-én tartották a Kátai Gábor Kórház karácsony ünnepségét. Jelen voltak Pánti Ildikó és Nagyin László Erzsébet képviselők. Szintén december 14-én a Karcagi Szakképzési Centrum munkatársai és tanulói a Centrumba című jótékonysági örömzenei koncertre várták az érdeklődőket a Déréni Kulturális Központban. Az es bevételét a Kátai Gábor Kórház javára ajánlottak fel a szervezők. A rendezvényen részt vettek Dobos László polgármester, valamint Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők. December 15-én és 16-án látogathatta a nagyközönség a Karcagi Galambtenyésztő Egyesület kiállítását a Városi Sportcsarnokban, amely 37 tenyésztő közel 400 galambját mutatta be. A díjakat Dobos László polgármester úr adta át. A kiállításon jelen volt Pánti Ildikó képviselő. Szintén december 15-én rendezte meg a Dalma Dance Club évzáró gálaestét a Déréni Kulturális Központban, ahol Dobos László polgármester úr mondott köszöntőt. December 16-án került sor a harmadik adventi alkalomra. Az adventi koszorú harmadik gyertyáját Pesti Csaba Battista lelkész gyújtotta meg a Déréni Kulturális Központban. Az ünnepségen részt vettek Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők. December 17-én az Alföld Szíve turisztikai tanácskozáson Szolnokon Pánti Ildikó képviselőasszony vett részt városunk önkormányzatának képviseletében. December 18-án és 19-én tartotta az idősek otthona intézmény karácsonyi ünnepségét, ahol Dobos László polgármester, valamint Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselték az önkormányzatot. December 20-án a Szociális Szolgáltató Központ évzáró rendezvényén Dobos László polgármester köszöntötte a központ munkatársait az önkormányzat képviseletében. A rendezvényen jelen voltak Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselők. Szintén december 20-án került sor a Kárdas György Egymi óvoda általános iskola és szakiskola karácsonyi ünnepségére, ahol Pánti Ildikó képviselte városunk vezetését. December 21-én tartották a Csokonai úti óvoda, valamint a György István katolikus általános iskola karácsonyi ünnepségét. A rendezvényeken részt vett Pánti Ildikó képviselő. Szintén december 21-én került megrendezésre a Kiskulcsosi általános iskola karácsonyi ünnepsége. Jelen volt Szepesi Tibor képviselő. Még szintén ezen a napon az Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola növendékei és tanárai adtak karácsonyi hangversenyt a Déréni Kulturális Központban. A város önkormányzatát Szepesi Tibor képviselte az ünnepségen. December 22-én Kenderesen a katolikus templomban Kovács Szilvia alpolgármester vette át és hozta el Karcagra a Jézus születésének helyről, Betlehemből a születési templomból induló lángot. December 23-án került sor a 4. adventi alkalomra a Szent István király római katolikus templomban. Köszöntőt mondott, és az adventi koszorú 4. gyertyáját meggyújtotta dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő.
A karcagi római katolikus egyházközség nevében köszöntőt mondott Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos. Az ünnepi alkalmon részt vettek Pánti Ildikó, Szepesi Tibor és Molnár Pál, dr. Kanász Nagy László képviselők, Kovács Szilvia alpolgármester és Dobos László polgármester. 2019. január 13-án a református templomban emlékező istentisztelettel és a Kun Pieta emlékműnél mécsesek gyújtásával tisztelettünk a Doni katasztrófa áldozatai előtt. Igét hirdetett nagy tiszteletű Koncné Leocki Krisztina református lelkész. Emlékező beszédet mondott Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Az önkormányzat koszorúját Dobos László polgármester, valamint Gyurcsák János és Kovács Szilvia alpolgármestert helyezték el az áldozatok emlékművénél. Jelen voltak Molnár Pál, Pánti, Ildikó Karcagi Nagy Zoltán és Szepesi Tibor képviselők. Január 16-án a Magyar Falu elnevezési kormányprogram ismertető fórumán Szolnokon Kovács Szilvia alpolgármester vett részt. Január 18-án került sor a megyei úszó diákolimpia döntőjére Karcagon, az Akácsliget gyógyfürdőben. A rendezvényen Szepesi Tibor képviselte Karcagváros önkormányzatát. Január 19-én tartotta éves közgyűlését a Népművészeti Egyesület. A közgyűlésen jelen volt Pánti Ildikó képviselő. Szintén január 19-én a Jász-Nagykun Szolnok megyei orvos-fogorvos gyógyszerész Bálon Szolnokon Nagynyi László Erzsébet képviselte városunkat. Január 22-én a Magyar Kultúra Napja tiszteletére Karcagváros önkormányzata és a Déleni Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár városi ünnepséget rendezett. Ezen alkalmon adták át a Karcagváros kultúrájáért díjakat és a Karcagváros sportjáért díjat. Ünnepi beszédet mondott dr. Székely István Karcagváros díszpolgára, az Infogroup ingatlanfejlesztő cégcsoport ügyvezetője és a Karcagi Ipari Park Kft. Társtulajdonosa. Az ünnepi műsorban a Varidance táncegyüttes Magyar Tánc Rapszódia című előadásából mutatott be részleteket. Az ünnepségen Dobos László polgármester, Kovács Szilvia alpolgármester, valamint Nagy László Erzsébet, Szepesi Tibor, Molnár Pál, Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselők vettek részt a városvezetés nevében. Január 23-án az ifjúsági házban a Karcag és térsége tehetségsegítő tanács tehetséges gyermekek életútjának bemutatása címmel szervezett szakmai programot. A tanács 2019 évi programjait, tevékenységeit Gulyás Ferencrény intézményvezető, a KTT titkára mutatta be. A rendezvényen részt vett Dobos László polgármester és Karcagi Nagy Zoltán képviselő. Szintén január 23-án tartották a Kovács Mihály Általános Iskolában a városi helyesírási versenyt. A verseny résztvevőit Pánti Ildikó képviselő köszöntötte. Szintén 23-án a 10. jubileumi agrármarketing és média napon a Hungexpon Kovács Szilvia alpolgármester vett részt városon képviseletében. Még ezen a napon a Karcagi Kun Rózsa csipkekör alkotásaiból nyílt kiállítás a Mezőtúri Közösségi Háznak termében, a Magyar Kultúra Napi ünnepi program keretében. Városunkat Kovács Szilvia alpolgármester és Szepesi Tibor képviselték a kiállítás megnyitóján. Január 23-án és 24-én az egyetemes ima hét záró rendezvényein Pánti Ildikó volt jelen a képviselőtestület nevében. Január 24-én a Karcagi Tankerületi Központ felújított Tomaj Monostori általános iskolájának ünnepélyes átadó eseményén Dobos László polgármester képviselte a városunk vezetését. Január 25-én Dobos László polgármester köszöntötte a Karcagi Bajtársi Egyesület közgyűlésének résztvevőit a Városháza dísztermében. Szintén 25-én a Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága soron kívüli bizottsági ülésén köszöntötte Karcagváros eredményes sportolóit, aki 2018-ban országos bajnoki helyezést értek el valamely sportágban. 2018-ban egyéni és csoport sportágakban 108 karcagi versenyző ért el kimagasló eredményt. A sportolókat és felkészítőiket dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, a Karcagi Sportegyesület elnöke és Dobos László polgármester köszöntötte. A rendezvényen jelen voltak Molnár Pál és Szepesi Tibor képviselők. Szintén 25-én került sor a testnevelő munkaközösség évértékelő rendezvényre, ahol Dobos László polgármester megköszönte a munkaközösség tagjainak a munkáját. Az eseményen Szepesi Tibor képviselő is részt vett. Ugyanezen a napon a Gödöllői Királyi Váróban került megrendezésre a Győztesek Győztese Rumbi Kub verseny. A 2018-ban megrendezett versenyek legeredményesebb játékosait hívták meg erre az alkalomra. A Déréni
Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár Rummi Kub csoportjának második tagja vehetett részt a megmérettetésben. A 26 játékos közül Mándoki Lászlóné az előkelő negyedik helyezésen végzett. Január 26-án a Városi Sportcsarnok adott otthont a Kovács Liese Csokai István emlékversenyének. Január 29-én tartották a Karcagi Járási Hivatal értékelő tanácskozását, melyen részt vett Dobos László polgármester. Köszönöm szépen jegyző tájékoztatóját. Régen volt soros ülés, meg nagyon-nagyon sok esemény tarkította az életünket, de ez így van rendjén. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Lengyel János képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Többen azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy járjak közbe polgármester úrnál, abból az ügyben kapcsolatban, hogy a temetőknélnek a körbekerítése nagyon szükséges lenne. Ez pedig én is ugyanazt elmondtam nekik, mint polgármester úr el fogja mondani, hogy ez egyházi, az egyházhoz tartozik, de mégis ugye Karcagon vannak ezek a temetők, és nincsenek körbekerítve, és az idős emberek nagyon el vannak szomorodva akkor, amikor kiültetnek egy növényt, és másnap a vadak lelegelik, és ez számukra elég nagy törés, ezért valamit ki kellene találni. Esetleg nagyon tudom, hogy az egyházzal jól kapcsolat az önkormányzatnak, hiszen ezt mutatja a rendőrségnél lévő játszótér létrehozása együttes erővel, azt is meg tudtuk teremteni. Esetleg egy ilyen kerítés projektet is el lehetne kezdeni, hiszen ez egy megoldandó feladat, és nagyon szeretnék, hogyha elindulna egy ilyen dolog, hogy be tudjuk keríteni a temetőinket, és az országot járva látjuk, hogy szép temetők vannak, nekünk pedig van hova fejlődni. A másik kérdésem pedig annyi lenne polgármester úr felé, hogy a médiában tegnap jött egy hír, kérdésem a polgármester úrhoz, a médiának én nem nagyon hiszek, tehát elég sokat hazudik mostanában, hogy mi az igaz abból, hogy a Karcag-Tiszafüredi kispiros vasútvonalat meg fogják szüntetni. Ennyi a kérdésem. Köszönöm szépen, már megtisztelő választát. Köszönöm szépen mind a két felvetést. Valóban a temetők körbekerítése az nem a mi feladatunk, hanem az egyház, aki miután az egyházi fenntartásban vannak a temetők, nyilván annak az előnyeit is, előnyével és hátrányaival. Én is el szoktam látogatni más települések temetőibe is, és mások is jönnek, olyanok, akik más temetőket is láttak már, és azt mondják, hogy a karcagi temetők nagyon rendben vannak. Nem kevéssé köszönhetően annak, hogy komolyan besegítünk a Városgondnokság segítségével, tehát mi nagyon-nagyon sok segítséget adunk mind a két temetőben, sőt, a legtöbb temetőben ahhoz, hogy úgy nézzen ki, ahogy kinéz. Semmiképpen nem tudom megígérni azt, hogy most ebben az évben ezzel tudnánk foglalkozni, hiszen a költségvetésünket rövidesen tárgyaljuk, abban egyetlen sorban sem szerepel ilyen összeg. Én csak azt tudom tanácsolni, hogy az egyházak figyeljék a pályázati lehetőségeket, és használják ezt ki. Természetesen mindannyian örülnénk annak, hogyha ezek körbe lennének kerítve, biztonsági szempontból egyáltalán, ha egy szép kerítés veszi körbe, akkor az egy látványnak sem rossz. Ebben mi nem fogunk tudni segíteni. Mondom, így is erőn felül támogatjuk az egyházakat különböző temetői karbantartásokkal, esetleges felújítások okán. Másik kérdés a kispiros megszűnését most hallom először, tehát ez, én gondolom, hogy egy hírlapi kacsa vagy valami olyasmi, ami valószínűleg tudnánk róla, hogyha ez a hír igaz lenne, a hír nem igaz. Hál' Istennek, köszönöm szépen. Molnár Pál képviselő, tessék parancsolni.
Azt kérem, hogy jó hangosan tessenek már beszélni, mert nagyon áltás vagyok, és be van dugulva a fülem is. Tisztelt képviselő, tisztelt, köszönöm szépen a szót, polgármester, akkor még egyszer. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők, egy kötelességemnek szeretnék eleget tenni, nevezetesen az ügyrendi és jogi bizottság elnökeként. Be kell jelentenem azt, hogy az önkormányzati képviselőnek van egy kötelessége a megválasztásától számított 30 napon belül, de minden év január 1-től 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell elkészítenie, és ezt be kell nyújtani a önkormányzathoz. Jelentem polgármester úrnak, hogy ma 14 óráig valamennyi megválasztott önkormányzati képviselő egleget tett ennek a kötelezettségének, így teljesítve lett a feladat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Örülök ennek, így mutatja azt, hogy fegyelmezett a testület minden tagja. Ezt így kell tenni. Köszönöm. Van-e további ilyenkedés? András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Kollégák vagyunk ebben a megfázásban, vagy influenzában, úgy tűnik. Igen. Próbálom rövidre fogni az élményt. Polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Néhány, egész pontosan 4 kérdés lenne, amivel polgármester úr irányába szeretnék fordulni, kérni, stb. Először is lakosság részéről érkezett egy jelzés, Deák körút 69 és környékén lakók részéről. Az ottani működő boltkocsma, az emberek járnak, eldobálják a szemetet, nincs utcai szemetes. Ők lelkesen összeszedik a saját házuk elől a szemetet. Nincs ebből különösebben, szeretik a tiszta környezetet, de úgy gondolták, hogy kezdeményezzük és adjunk lehetőséget azoknak az embereknek, akik eldobják a szemetüket, hogy ne szanaszét dobják el, hanem legyen egy kuka, amiben beledobják. Hát ha az a kuka egy idő után nevelési célzatú is lesz, és rászokatja ezeket az embereket arra, hogy a kuka azért van, hogy a szemetet oda tegyük. Ha erre lehetőség van rá, akkor kérem segítsen benne, polgármester úr. Másik, sokkal nehezebb és sokkal problémásabb történet, az útjaink állapota. Látjuk, tapasztaljuk, itt a tél, benne vagyunk sajnos. Ugye a Dózsa-György út, amelyik közútkezelő, ebbe szintén kérem majd a támogatását. Megyén én fogom ezt mindenféleképpen ütni. Váncsa urat nem hagyjuk ebbe a kérdésben sem békén. Meg kell oldani, rengeteg már a kátyú. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy már a Dózsa-György út sem. Hát nyilván megoldható, minden megoldható, de a kátyúzás már tényleg az utolsó. Tehát én úgy gondolom, hogy a 24. órában vagyunk. A másik ilyen problémás út a Szent István sugárút. Kezdjük tapasztalni, hogy gyakorlatilag itt a Ady Endre úti kereszteződéstől, vagy a templomtól egy kicsit a piac irányába bizony a felület már nagyon rossz. Ráadásul ugye ezek a kátyúk elég mélyek is, ami a sugárút elég jelentős forgalmából adódóan, és az ott parkoló járművek adódóan veszélyes is, tehát baleset veszélyesé is válik, mert ugye bizony kerülgetik az autósok ezeket a kátyúkat. Én is kerülgetem, azért tudom, és azért merem mondani. Járdák. Több helyről is jelezték, hogy komoly gondok vannak. A Jókai út egy hosszabb szakaszán, azt ha lehetne megnézni, és hogyha megoldani. Illetve az Arany János utca, ott is szintén a úgynevezett járdás oldalba az aszfaltozott járda nagyon rossz állapotban van már, és kérnék, hogy ha mennyiben lehetséges, akkor ehhez valamilyen úton módon oldja meg az önkormányzat.
Azt látjuk a költségvetésünk, ami most rövid időn belül szavazásra kerül, hogy mire ad nekünk lehetőséget, illetve mire nem ad lehetőséget. Viszont én úgy gondolom, hogy a lehetőség ott van, a kormány, ha jól tudom, elindítja a vidéki kistelepülések infrastruktúrális fejlesztésére egy nagyon komoly programot. Én azt szeretném, kérni polgármester urat, hogy az innen pályázható pénz, amelyik pont ilyen és hasonló célokra lesz majd igénybe vehető, azt minél nagyobb erővel próbáljuk meg megcélozni, és ebbe kérem a lehető legerősebb lobby segítséget is. Én ezt a magunk részéről természetesen kevésbé tudom megígérni, de nyilván egyértelmű, hogy maximálisan szeretnénk mi is azt, hogy ezen a területen sikeresek legyünk. Másik visszajelzésünk volt még a Kisújszállási út. Kisújszállási útat keresztezői a bicikli út, amelyik megy ki egészen egészen messze. Ez pedig közvetlen a vasúti átkelő után van. Nagyon sokan jelezték, hogy veszélyes ott az átkelés. Mint autós, én is tapasztalom, hogy hát igen, ha lehet, ha megoldható, jelezni kellene szintén a közútkezelő felé, mert az ő feladatuk, hogy legalább egy sárga villogó lámpával jelezni azt, hogy ott igen, biciklisek jönnek, mennek. Illetve ugyanez a terület, ahol utóbbi időben gyakran fordult elő probléma, ez pedig maga a vasúti átkelőhely, ahol többször lehetett tapasztalni azt, hogy bizony elromlik a vasúti lámpa, nevezetesen piroson marad, és nem vált át. Ebből adódóan az autósok vagy feltorlódnak, vagy teljesen szabálytalanul, piros jelzés ellenére áthaladnak a vasúti kereszteződésen. Ezt is, hogyha lehetőség van a MÁV irányába, kérnénk, hogy jelezzék. Lenne egy szintén lakosság felől megjelent igény. Az pedig a házi orvosi ügyelet. Lenne esetleg arra lehetőség, és itt többen fölhozták nekem példaként a Berek-Gyújfalusi Kórházat, hogy a házi orvosi ügyelet kiszervezése gyakorlatilag a kórházban megoldható lenne, mondjuk az SBO irányába vagy mellett. Gyakori eset, elmegy az érintett személy az ügyeletre, majd az ügyeleten közlik vele, hogy vizsgálat után, hogy igen, fáradjon ki a sürgősségire. Ezzel jelentősen fölgyorsulna, vagy lerövidülne úgymond a beteg útvonal is, azon kívül egy kicsit koncentrálni lehetne ezt a területet. Gyorsabb lenne a betegnek is az orvoshoz és a szakszerű ellátáshoz való jutás is, én úgy gondolom. Berek-Gyújfalon egy jól működő példa van előttünk, ha erre lehetőség van, és nincsenek komolyabb gátjai, okai, akkor akár követhetnénk is. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Nos, akkor megpróbálok sorba válaszolni, szemetesek elhelyezése, nyilvánvalóan köszönhetően őket meg fogjuk kérni. Egyébként is ez is az egyik feladatuk, hogy figyeljük, hogy hova érdemes tenni. Ez a kisebb probléma, ez könnyebben megoldható. Utak állapota. Való igaz, sokszor beszélgetünk már egy testületi ülésen, hogy nem vagyunk túlságosan megelégedve a közút kezelő munkájával. Mentségükre legyen mondva, hogy most a tél folyamán akkor lettünk volna elégedetlenek, ha most kezdenek a mínuszokba, a hóesésbe kátyúzni, tehát eljön az az idő, remélhetőleg, amikor a megjelenő hibákat ki, aki a gazda, mondjuk a közútak kezelő azt a részét, ami az ő állami tulajdonban van, azt fogja kikátyúzni. És természetesen a város is a jó idő
közeletével fel fogja mérni mind a utak, mind a járdáknak az állapotát, és a megfelelő módon, ahogy eddig is tettük, szépen körzetesítve ezeknek a kiavítása meg fog történni. Még csak annyit a közútról, hogy a legutóbbi megyei beszámolóját érdekes módon nagyon sok jobbikos képviselő elfogadta, én nem tudtam támogatni az elfogadását, úgyhogy ebben kérném majd a lobbitek vékenységét képviselő úrnak, hogy hasonlóan, hogy a pártársai ne bólincsanak rá az ilyen munkára, ha egy mód és lehetőség van. És ha ma a lobby tevékenységnél tartunk, a pályázatok kapcsán egyetlen olyan pályázat sincs, amit még ha ránk van úgymond szabad, tehát van lehetőségünk a kihasználására, hogy ne élnénk a pályázati lehetőséggel. És természetesen mindent elkövetünk, hogy nyerjünk, és itt is folytatunk lobby tevékenységet. Azt is nagyon sajnálom, amit képviselő úr mondott, hogy önöknek nincsen erre lehetőségük. Hát dr. Lukács László képviselő az országgyűlésben talán lobbizhatna ő is. Ezek szerint nem teszi meg, az ön véleménye szerint sem. Nagy hiba. Nagyon nagy hiba. A Kisújszállási út és a kerékpárútnak a veszélyessége. Minden kereszteződés veszélyes, tehát azért az elképzelhetetlen lenne, hogy minden kereszteződésben villogó lámpákat rakjunk föl. Nagyon jól látható, egészséges stopptábla van mind a két oldalon. Tessenek megállni, azt tudom üzenni a kerékpárosoknak. Hát majdnem neki lehet menni, annyira szembetűnő. A háziorvosi rendelő összekapcsolása a kórházzal, ez egy régi dilemma. Hát olyan régi, hogy még dr. Farkas Sándor miniszter úr volt a polgármester a városban, amikor már ez felvetődött, tehát régi történet. Nyilvánvalóan ezt mindig az idő hozza magával, és majd előbb-utóbb döntés fog születni arról, hogy ez megtörténjen vagy ne. Mindig arra hivatkoznak képviselőnek, hogy az emberek véleményét közvetítik. Na most ugyanannyi ellenvéleményt is tudnék hozni, hogy ne kerüljön ki a kórházba, mint ahányan önök tudnának hozni, hogy kerüljön ki a kórházba. Tehát ezt a észszerűség, a racionalitás szemszögéből kell majd megközelíteni. Mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya, valószínűleg azért is nem történt még ebben döntés. Az, hogy Beretty új falun ez jól működik, az lehet, mert lehet, hogy olyan volt a földrajzi elhelyezkedés az egyiknek, meg a másiknak, hogy adta magát. Itt azért nagyon-nagyon sokan berzenkednének, mondjuk a keleti városrészen, meg a déli városrészen lakók, hogyha a közvetőorvosi rendelő a nyugati területre kerülne, de mindegyik mellett szól érv és ellenérv egyaránt. Végig kell ezeket gondolni. És ezt fogjuk tenni természetesen. Van-e további jelenkezés? Molnár Pál képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Két témához szeretnék mindenféleképpen hozzászólni, mert érintett vagyok a kérdésben, nevezetesen a utcai szemetesek kihelyezésével kapcsolatosan. Hála a mai technikának köszönhetően már, ha fölvet valaki egy utca házszámot, akkor pár perc alatt már a Google térkép segítségével meg lehet nézni, hogy pontosan miről is van szó. Képviselőtársam valószínűleg a Deák körút 78 számú boltot említette, ahol nagy mennyiségű szemét van, vagy problémáznak az ott lakók, hogy szemetes a környék. Ez választókörzetem is. Valóban tudok a problémáról. Konkrétan megkeresett a boltnak az üzemeltetőjét, nem kocsma működik, hanem egy bolt működik. A nevét most nem akarom mondani, tudnám, de még a üzemeltetőjét is. Megkérte arra, hogy utcai szemeteseket ne is az ő oldalába, mert az ő oldalát patyulattisztaságúan rendben tartja. Meg lehet akár a mostani szúrópróbaszerű képen is nézni, hogy milyen állapotok vannak. A másik oldalra kért, oda helyeztünk ki utcai szemetest, és rendszeresen ürítjük is. Minden ház elé nem lehet valóban kirakni, és arra se lehet bírni az embereket, hogy ha ott van egy szemetes, ne 3 méterrel arrébb dobj el, mert sajnos ilyen is van, próbáljuk itt is összeszedni
Másik a útkátyuk keletkezésével kapcsolatosan. Hétfőn még azzal kellett küzdeni a városnak, hogy a ráfagyott havat eltakarítsa, és lám-lám három nap múlva már követeli az ellenzék, hogy mi van a kátyukkal. Valóban nagyon sok kátyuk keletkezett. Ezeknek a kátyuknak a 90-95%-a nem volt még meg ősszel. Sajnos a tél, a fagy, a sózások, az úttisztítások ilyen állapotot eredményeznek mindig. Polgármester úr sem tudhat róla, mert a mai nap döntöttünk a kollégáimmal arról, hogy aszfaltozni mi ilyen időben nem fogunk. Sajnos látjuk, hogy az útkezelő gyakran a vizes kátyúba teszi az aszfaltot, ami gyakorlatilag semmit nem ér, mert olyan, mintha követ szórnánk bele. Mi az mellett döntöttünk, hogy van úgynevezett ékelőkő, amelynek megfelel az agyagtartalma ahhoz, hogy egy bizonyos réteget képezzenek ezekbe a kátyúkba, és a mai nappal elkezdtük a kátyúknak a kitöltését. Lehet aztán, hogy egy hét múlva újra síkosságmentesítéssel kell foglalkozni, de valóban ezeket a nagy kátyukat meg kell szüntetni, mert balesetveszélyesek. Egyelőre így tudjuk, és márciustól, hogyha eljön a jó idő, és az aszfaltkeverők is beindulnak, akkor természetesen a városgondosság már beadta azt a pályázatot, amelyben az útkátyuknak a mentesítését megfogja, vagy a útkátyuknak a feltöltését meg fogja majd oldani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szerintem még bőven nincs vége a télnek, úgyhogy ahogy szokták mondani, a kutya nem eszi meg a telet, tehát a január utolsó napján vagyunk, hogy februárban, meg még március elején is lehet olyan idő, hogy nem a kátyúzással kell foglalkoznunk, hanem a hóeltakarítással. Van-e további jelenkezés napirendek előtt? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy térjünk rá a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat a 2019. évi költségvetési kitekintő határozat meghozatalára. Tisztelt Képviselőtestület, a törvényi előírás minden évben meg kell ezt tennünk. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ebben az ügyben? Karcagi Nagy Zoltán képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Az Önkormányzat Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága ezt a napirendi pontot is megtárgyalta korábbi ülésén. Ez egy 2019 évet követő három évre szóló költségvetési kitekintési határozat, amely úgy kerül meghatározásra, hogy a várható saját bevétel későbbi évekre vonatkozó előirányzatai véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor kerülnek meghatározásra. Bizottságunk megtárgyalta ezt a napirendi pontot, egyhangulag támogatta, és a képviselő testületnek is elfogadásra javasolva. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Van-e további jelenkezés, vélemény, észrevétele ez a napi rendi ponthoz? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem tartózkodási kül, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Második napi rendi pontunk, javaslat. Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetre. Tisztelt képviselő, testület, kedves megjelentek, bejelentem, hogy ehhez a tehát a második napirendet közmeghallgatás keretében tárgyaljuk, amelynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a költségvetéshez kapcsolódó közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek 5 perces időkorlátozással. Tehát a közmeghallgatást megnyitom. Kíván-e szólni valaki a közmeghallgatás keretében? Tessenek parancsolni. Tessék parancsolni! Király Ferenc Karcag Kisföldek közéből érkeztünk. Két dolgot szeretnék elővetíteni. Az egyik dologról már volt szó 2-3 éve is. Ennek a címe lehetne, hogy Füstbe ment terv. A polgármester úr annak idén adott rá némi választ, de azt látom, hogy ahogy eljön a tél, ugyanúgy füstöl minden kémény, ami addig is, mint ahogy annak előtte.
És tulajdonképpen a tévéközönség, tévénézőket szeretném én megkérni, akik nézik az adást, hogy miközben nézik a televíziót és nézik ezt a műsort, nézzenek már ki a saját kéményükre, hogy vajon mennyire füstöl, mennyire nem, és hogy tudnának esetleg valamit tenni az ellen, hogy ne olyan mérgező gáz jöjjön ki, mint ami esetleg jön, hogy ne kelljen esetleg a mosott ruhát ki se tudni teríteni, vagy az udvaron a szomszéd nem dolgozhat, mert átveszi a ruhája összes füstöt. Ez az egyik dolog. A másik dolog egy olyasmi, amiről itt már szó volt, galambkiállítás. Lehet, hogy semmi köze sincs hozzá, de most a látóterünkbe került két darab, valószínű, hogy egy pár nagyon szép, gyönyörű galamb, ami hát a környezetünkben van, és hát egy darabig úgy voltunk vele, hogy jó van, majd elszáll, de aztán nem így történt, és az egyik beköltözött a vécé ablaknak a párkányára, a másik a fürdőszobla párkányára, ami nagyon szép látvány volt onnan nézni. Az itt a fazékba költözött bele. Nem, de aztán megvan ennek az a hátránya, hogy este néha elkezdenek verdesni a szárnyukkal, és akkor az olyan, mintha éppen valaki a házba bent lenne, nem szólva arra, hogy ott összepiszkítanak mindent. Na, ez ellen tettem, lezártam az ablakokat, de ugyanúgy ott vannak a helyükön. És gondoltam, én nem vagyok galambtenyésztő, de annak idén a TSS időben nagy divat volt a melléküzemág és a galambtenyésztés. No, felkeresek én itt mindenkit, aki ebben kapcsolatos, úgyhogy szerintem mindenkit meg is kerestem. A fő irányvonal az volt, hogy Feri, vakítsd el, fogd meg és főzd meg, mert hogy senki és az a két galamb. Akkor volt, aki azt mondta, hogy Feri, fogd meg, vakítsd el, mert nem lát szürkület után, és hozd el nekem, és akkor ő beteszi a kalitkájába, mert amúgy is galambot tart. A másik galambász ember azt mondta, ez a vakítás, ez nagyon jó dolog volt, tehát ezt mindenki mondta, vakítsam el, vigyem el neki, és akkor majd lesz vele valami. Na, én átmásztam a kerítésem, próbáltam megfogni, hát nem tudtam. Bocsánat, kedves Ferenc, hangsúlyoztam, hogy a költségvetéssel... Költségvetéssel, hát ahhoz semmi köze sincs. Mennyiben kapcsolódik ez a galambvakítás a költségvetéshez? Jó, nem, ahhoz nem. Tehát a tévénézőket kérem, akinek hiányzik egy pár galambja, jelentkezzen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Innen is tolmácsolom a kérését Király Ferenc úrnak, a galambtenyésztő figyelmét. Felhívjuk, hogy jobb tessenek jól odafigyelni ezekre a megveszekedett galambokra, mert sok bosszúságot tudnak okozni. Én tolmácsolni fogom megfelelő helyre, mert kapcsolatban vagyok a galamb kiállítás szervezőivel. A füstölő kémények, hát az igen, télen szoktak fűteni, és bizonyán nem egyforma színvonalon, és sajnos ez tény és való, hogy sokan olyan dolgokat is elégetnek a kályhákba, itt-ott, ami szennyezi a környezetet. Ígérem, hogy nagyon oda fogunk figyelni, és azoknak a hatóságoknak a figyelmét fel fogjuk hívni, akik ezzel kell, hogy foglalkozzanak. Bár ritkán szoktak a télen az udvarra teregetni, mert tehát ott azért nehezen szárad meg a kiterített ruha, nem üde, mindenképpen zavaró lehet azért a füst, ezt teljességgel megértem. Van-e további kérdés, vélemény közmeghallgatás címen? Amennyiben nincs jelentkezés, akkor a közmeghallgatást bezártnak tekintem, és akkor rátérünk a napirendi pont megtárgyalására. Viszont képviselőtestület, hölgyeim és uraim, az egyik legfontosabb rendeletünk megtárgyalása következik a következő percekben, hiszen az egész éves munkánkat határozza meg az a költségvetési rendelettervet, ami előttünk van. Tulajdonképpen az alapját képezi az éves munkának.
és már volt erről szó, hogy mi szüksége van erre, és mit kell ennek biztosítani. Hát én úgy gondolom, hogy ez a költségvetés, ez biztosítéka az éves folyamatos munkánknak, biztosítékot ad arra, hogy a kötelező feladatainkat, az önként vállalt feladatainkat nyugodt szívvel, lélekkel tudjuk teljesíteni. Lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenleg folyó és az ezután elkezdődő fejlesztések megvalósuljanak. És örömmel látom a rendelettervezetben, hogy tulajdonképpen azokat a vívmányokat, amiket már eddig is beépítettünk a költségvetésbe, azok mind megmaradhattak. Tehát a teljesség igénye nélkül, hogy mondjam azt, hogy ilyen például, és nem prioritási sorrendben mondom, a babacsomag, az orvosi ösztöndíj, megmaradtak azok a lehetőségek, hogy a kamerarendszer bővülhessen. A tavalyi bérfejlesztés összege ugyanúgy megvan, tehát lehetőségünk van továbbra is azt a összeget, az emelés összegét biztosítani a dolgozóinknak. Megmaradtak a civil szervezet támogatására szánt összegek, különböző oktatási célra szánt összegek, úgy a szociálisan rászoruló jó tanulók, meg a Burza Hungarika is például. És ez úgy sikerült elkészíteni, összerakni ezt a rendelettervezetet, hogy a sok pozitívum ellenére semmilyen adóemelést nem tartalmaz. Tehát az nagyon-nagyon fontos. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, én köszönöm mindazoknak a munkáját, akik a költségvetés összerakásán szorgoskodtak, így Szabóné Bóka Réka csoportvezetőasszony és munkatársai munkáját, Gyurcsek János alpolgármester úr munkáját, aki a gazdálkodásért felel a önkormányzatnál, és természetesen a szakbizottság tagjainak a munkáját, hiszen együtt alkották meg és rakták össze ezt a nagyon használható rendelet, tervezetet. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Karcagi Nagy Zoltán képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők. Az államháztartásról szóló 2011 évi 195-ös számú törvény 24. paragrafusa 3. bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselőtestületnek. A most beterjesztésre kerülő rendelettervezet szerint a Karcagvárosi Önkormányzat 2019 évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 7.174.438.272 forint. A költségvetés megalkotásának fő irányvonalát a működés előző évekhez hasonló színvonalon történő biztosítása, a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása, az újabb pályázati lehetőségek kihasználása, valamint az ezekhez szükséges önerő biztosítása jelentette. A közbiztonsághoz kapcsolódóan a rendelettervezetben megjelenik az előző években kiépített kamerarendszer működtetése, bővítése újabb kameraállomásokkal. A települési támogatások rendszerében nem történik változás. Szociális alapon az előző évekhez hasonlóan biztosítjuk a rendszeres és rendkívüli támogatásokat. Ismételten megjelenik a költségvetés tervezetben a karcagi lakóhelyen rendelkező újszülöttek támogatása, azaz a babacsomag, melyet nem szociális, hanem alanyi jogon biztosítunk minden újszülött számára. Kiemelt feladat az orvosi ellátás színvonalának megtartása, az ügyeleti ellátás, a házi orvos, gyermekorvos utánpótlás biztosításával. A választott körzetek település fejlesztési kiadásaira az előző évhez hasonlóan külön keretet határoztunk meg, ez körzetenként 2 millió forint, tehát összesen a 8 körzetben 16 millió forintos keret
van erre kialakítva. Továbbra is kiemelt feladat a tilalmas ivóvíz és gazdasági víz ellátásának biztosítása. 2018 évben önkormányzatunk átlagosan egy 11%-os béremelést hajtott végre. Az önkormányzat, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alá tartozó intézményekben, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál. A bérfejlesztés beépült a dolgozók illetményébe, munkabérébe, annak fedezetét önkormányzatunk 2019 évben is biztosítja. Önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatokat 2019-es évben is folyamatosan ellátja, fizetőképességünket mindenképpen megőrizzük, ehhez azonban továbbra is szükséges, átgondolt és költségtakarékos gazdálkodást folytatni. A bizottságunk megtárgyalta a költségvetési rendelettervezetet, egyhangulag támogatta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Már csak azért is takarékosan kell gazdálkodni, és oda figyelni minden forintra, mert nagyon-nagyon sok pályázat megvalósítása kezdődik el ebben az esztendőben, meg a következő esztendőben, és azért az nem titok senki előtt, hogy a pályázatokat évekkel korábban terveztettük meg, hiszen úgy lehetett valamilyen formában egyáltalán és elsősorban topos pályázatokra célzok beadni ezeket. Azóta viszont a különböző árak elszaladtak, a rezsióra-bér is, a építőanyag árak, úgyhogy esetleg arra is lehet számítani, hogy néhány pályázatnál be kell önerővel szállni ahhoz, hogy megvalósuljon az az elképzelés, amit mi közösen elterveztük és meg is szavaztunk. Tehát ilyen lehetőség is van. Nyilvánvalóan alkalmazkodnia kell a képviselőtestületnek, az önkormányzatnak ehhez, ezt hozta az élet, úgyhogy szigorú takarékosságra szólítok és hívok fel mindenkit és önmérsékletre, mert most teljesen rendben lévőnek tűnik a helyzet, de alakulhat ez másképpen is, a csillagok rosszul jönnek, rossz állásba kerülnek. Nyilvánvalóan egyetlen egy fejlesztési tervünkről se szeretnénk lemondani, tehát mindegyik olyan, ami hasznos és fontos. Remélem, hogy meg is tudjuk valósítani ezt, de azért ezt mindenképpen elkívántam mondani. Van-e további jelentkezés? Molnár Pál képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak is feladata az, hogy a éves költségvetést átvizsgálja. Természetesen nem tartalmában kell és a pénzösszeget megvizsgálni, hogy megfelelő-e a bizonyos célokra fordított pénzösszeg, vagy éppenséggel kevés, hanem a költségvetés kialakításához szükséges jogszabályoknak megfelel-e ez a költségvetés. Megállapította az Ügyrendi és Jogi Bizottság, természetesen a hivatal jogászaival közösen, hogy minden jogszabálynak megfelel. El is fogadta, és ezt a képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Van-e további kérdés, vélemény? Ha nincs, elfogadásra javaslom ezt a rendelet tervezetet. Aki tudja támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, 8 igen, 2 tartózkodás ellenében elfogadásra került a költségvetésünk az idei évre. Köszönöm szépen. Elnézést. Következő napirendi pontunk a 4. javaslat a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendelettervezet. Úgy tűnik, hogy most ilyen rendeleteket kell alkotnunk szépen sorba egymás után. Bocsánat, túllapoztam, igen, a harmadiknál tartunk még csak. Javaslat a filmforgatási célú közterület használat szabályairól szóló rendelettervezetre. Hiszen jelenlévő, bár a testületnek a közterület eltérő használatának rendjéről van egy rendelete, szükséges egy, csak a közterületek
finforgatási célú használatának rendjéről szóló helyi rendelet megalkotására. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e ehhez? Katogi Nagy Zoltán, képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót. Bizottságunk ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, és két módosító javaslat született hozzá. A második paragrafus 3-as D pontját javasolta a Pénzügyi Fejlesztés és Mezőgazdasági Bizottság, mint módosítást, és ennek a paragrafusnak a 4. pontját beépítésre került, azt pedig, ha jól tudom, akkor az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolta. Ezt a mai délután tartott ülésünkön megtárgyaltuk, és a bizottság elfogadta, így a módosított tervezetet és a testületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Én úgy gondolom, hogy ez kiosztásra is került, legalábbis én kaptam egy ilyen változtatott napirendi javaslatot, illetve határozott tervezetet. Megkapta mindenki? Megkapta mindenki, rendben van. Én tudomásul veszem mind a két javaslatot, mind a két bizottságnak a javaslatát, úgyhogy én nem is szavazhatnám ezt meg, mert szerintem egyet fogunk érteni a változtatásokkal, teszem fel szavazásra. De köszönöm a tájékoztatást. Van-e további jelentkezés ebben a témában? Ha nincs, akkor a jelzett két módosítással, változtatással teszem fel szavazásra, a napirendet támogatni. Igen, nem tartózkodási, egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. És most értünk a 4-eshez, javaslat a köztőlet rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendelettervezetre. Néhány törvényességi észrevétel okán szükséges egy új rendelet megalkotása, miután módosítani nem lehet ezeket. Tehát egy teljesen újat kell kialakítani. Kérdés, hozzászólás, vélemény. Van ehhez? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem tartózkodás nélkül. Egy hangulat támogattuk. Köszönöm szépen. 5. napirendi pontunk, beszámoló az áruházat hatáskörű gyakorlásáról, ahogy minden évben itt az áruházat hatáskörrel ellátott bizottságok, polgármester, jegyző beszámolni köteles az elvégzett munkáról. Ezt az anyagot tetszenek ebben a napirendi pontban megtalálni. Ehhez van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Elfogadását javaslom. Igen, nem tartózkodás nélkül. Egy hangulat távol. 6. napi rendi pontunk, beszámoló a Karcagi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről. Előadója Róla Sándor jegyző úr. Tisztelt képviselőtestület! Azt hiszem, hogy akik itt vagyunk a hivatalban és itt dolgozunk, mi látjuk talán a legjobban, hogy milyen kegyetlenül nehéz év volt a 2018-as év, és szerintem az idei sem lesz könnyebb a hivatal dolgozói számára. Sok ok miatt pontosan az egyik az, hogy nyilván vannak ilyen napi penzumok, amiket végre kell hajtani, de azért ezek a bizonyos fejlesztések, pályázatok, ezek komoly feladat elé állítják a hivatal döntő többségét, hiszen nem csak a beruházási csoport, hanem sok mindenki szorgoskodik azért, hogy ezek megvalósuljanak. És én úgy gondolom, és azt hiszem, és tessenek megerősíteni ebben, hogy ettől függetlenül nem lehetett észrevenni azt, hogy ilyen plusz teher hárult a hivatal munkatársaira. Úgyhogy én mindenképpen köszönetet szeretnék mondani ezért a sokszor erőn felül végzett munkáért jegyző úrnak és minden munkatársának, minden hivatali dolgozónak, hiszen törésmentesen látták el a feladatukat, gyakorlatilag a kezünk alá dolgozva, hiszen a testületi ülések, a bizottsági ülések levezetése, előkészítése sem könnyű dolog, főleg így, hogy még egyszer mondom, nagyon-nagyon kemény pluszterhek is hárultak a hivatalra, és csak sok erőt és kitartást tudok kívánni, és ezt kívántam a hivatal munkatársainak az évelei összejövetelen is, hogy
ez maradjon így, hiszen csak így fogunk tudni eredményesen dolgozni. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Pánt Ildikó képviselőasszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves hivatali dolgozók, hiszen önökről szól ez a napirend, és kedves jelenlévők, minden évben ide kerül a testületi ülés elé a hivatal munkájának értékelése. Így történt ez most is, megkaptuk az anyagot, áttekinthető, tartalmas, szép anyag, ugye, mert akkor lehet sok mindenről írni, ha a mögött tevékenység is van. Úgy jellemezném, hogy a hivatal a város életét, a város vérkeringését irányítja. Hiszen nincs olyan állampolgár a településen, a városban, aki valamilyen formában ne kapcsolódna a hivatalhoz. Évenként ki gyakrabban, ki kevésbé. A hivatalban egy megfiatalodott csapat dolgozik. Megfiatalodott és képzett csapat, hiszen az 54 köztisztviselőből, ahogy a statisztika is mutatja, 33-an felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és ez örvendetes. A köztisztviselő a település polgárainak ügyeit intézi, kinek szóban, kinek írásban. És ezért is fontos, hogy a hivatali dolgozó, ahogyan én fogalmazok, olyan legyen, mint egy jó pedagógus, aki megfelelő kommunikációs készséggel, beleérző képességgel és jó szakértelemmel rendelkezik. Természetesen ügyiratszámban és ügyfélfogadások számát illetően vannak ügyfélforgalomban is terheltebb és kevésbé terhelt egységek, de így is, mint ahogy a statisztika is írja, több mint 400 ügyirat jut egy-egy ügyintézőre éves szinten. A bejövő ügyiratszám 17.300, a kimenő 21.580. Nem kevés, ha belegondolunk, csak ez, amire ugye írásban válaszolni kell, vagy esetleg értesítéssel lenni. A hivatal élén a jegyzővel a képviselőtestület munkáját és bizottságok tevékenységét is segítik, szervezik, mint ahogy polgármester úr is említette, hiszen náluk nélkül nem működnénk, és ezt köszönjük. 2018 statisztikájából két adatot emelnék ki. Azt is el kell mondani, hogy ez a statisztika nem csak Karcagvárosnak, hanem a környező településnek adatait is hozza magával. Amikor a halálesetek számát 803-ban, a születések számát 591 főben állapítja. Tehát még egyszer mondom, ez a, nem csak a Karcag városnak, hanem a környező településeknek is, hiszen akik a Kátai Gábor kórházba érkeznek, ugye nem mindenki karcagi illetőségű. Öröm mindannyiunk számára, hogy az elmúlt évben a hivatal énekkara létrejött, és már sikeresen is szerepelt az advent ünnepségen, és most legutóbb a Magyar Kultúra Napján Kunhegyesen. Örülünk neki, gratulálunk, hiszen ez a fajta kulturális tevékenység is egy közösség építő lehet a hivatal munkájába. Örülünk, és bízunk benne, hogy további meghívásoknak is eleget tudnak tenni. Én a magam részéről a hivatal munkáját értékelem, elismerem, és köszönettel fogadom. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony, hozzászólását. Van-e további jelentkezés?
Ha nincs, akkor még egyszer gratulálom a jegyző úrnak és munkatársainak elfogadásra javaslom a beszámolót. Szavazzunk igen, nem tartózkodás nélkül. Egyhangulat támogatjuk. Köszönöm szépen. Hetedik napirendi pontunk a következő. Javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat és a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatára. Tisztelt jelenlévők, az együttműködési megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesültek, így a módosításra nincs szükség. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem tartózkodásunk, egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 8. napi rendi pontunk. Előtt azt mondja, egy bejelentéssel szeretnék élni. A megtárgyalásra kerülő következő két napi rend személyemet érinti, ezért az ülés vezetését a 8. és 9. napi rendi pontnál átadom Gyurcsek János alpolgármester úrnak. Kérem szíveskedjen levezetni a napirendeket, egyben bejelentem, hogy a két napirend tárgyalásánál és a szavazásnál nem kívánok jelen lenni. Képviselőtestület, áttérnénk a 8-as napi rendi pont tárgyalására, javaslott Dobos-László főállású polgármester szabadságolási tervére. Megkapták az anyagot, kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk, kérek igen szavazatokat. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta a testület. 9-es napi rendi pont, javaslott Dobos-László főállású polgármester kafetéria juttatására. Kérdés, hozzászólás van-e? Akkor szavazást kérek, aki igennel szavaz, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta. Igen, és a következő napirendi pontnál bejelentem, hogy nem kívánok részt venni a 10-es napirendi pontnál. Köszönöm a támogatást, a bizalmat. És akkor már is a 10. napirendi pontnál tartunk. Javaslat Gyurcsek János főállású alpolgármester kafetéria juttatására. Főállású alpolgármester kafetéria juttatás illeti meg. Ennek éves keretösszege 200 000 forint per év. Javaslom ennek az elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás, véleményehez? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül. Egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 11. napirendi pontunk. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Madarász Imre Egyesített Óvoda és az Arany János Általános Iskola között az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató rendszer minőségi fejlesztése érdekében. Köszöntöm körünkben Gulyás Ferencné intézményvezető asszonyt. Vitára bocsájtom a napi rendet, van a kérdés, hozzászólás, véleményehez. Én javaslom, hogy támogassuk ezt a együttműködési megállapodás megkötését. Árgyi Ildikó képviselőasszony, tessék meg! Köszönöm szépen, Oktatási Bizottság is támogatta ezt a gondolatot. Mi tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm. 12. napirendi pontunk, javaslata az Európa Polgári Kör című pályázaton való részvételre. A példa, hogy minden pályázatot és lehetőséget megragadunk, itt éppenséggel egy olyan témát fogunk meg, ami hogyha összejön, akkor 10 000 euró támogatást kaphatunk, és lengyel és német testvérvárosokból érkező fiatalok fogadására használnánk föl. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
induljunk a pályázaton, javaslom, igen, nem, tartózkodás nélkül, egyhangulag fogadtuk el. 13. napi rendünk javaslat, bocsánat, a Városi Önkormányzat Városgondoksága alapító okiratának módosítására. Tisztelt jelenlévők, különböző kiegészítések, pontosítások és az átszervezések az okai annak, hogy ezt a módosítást megtegyük. Két határozati javaslatról kell döntenünk ebben az esetben. Kérdés-hozzászólás vélemény van-e a módosításokhoz? Szépen itt a első oldalon fel vannak sorolva, hogy mit teszi szükségessé. Nem látok jelentkezést, akkor elsőként a Városgondnokság alapító okirat, tehát módosító okirat elfogadásáról döntünk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Második határozati javaslatunk van a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról döntsünk. Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 14. napirendi pontunk, javaslat a Városi Önkormányzat Városgondnoksága szervezeti és működési szabályzatának elfogadására. Egyik következik a másikból, ehhez van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Javaslom a támogatását. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen. 15. napirendi pont, a jelentések, 21 darab jelentés található az anyagunkban, bármelyikhez van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. Nem látok jelentkezést, akkor szavazzunk, tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 16. napi rendi pontunkhoz érkeztünk, ami már zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra, hogy kérem mindazokat, akik nem érintettek a napirendi pontnál, legyenek szívesek elhagyni a tanácskozó termet. Tisztelt képviselőtestület, a zárt ülés megtárgyalásának a végére értünk, a testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkáját, és már is felkérem Jéző urat, hogy az előzetes programról legyen kedves tájékoztatást adni. Február 7-én kerül megrendezésre az általános iskolás felső tagozatos diákok számára meghirdetett Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulója a Csokonai Könyvtárban. Szintén február 7-én mutatja be a Budapesti Fogi Gyermekszínház a Harisnyás Pippi, avagy a világ legerősebb gyereke című színdarabot a Déréni Kulturális Központban. Február 8-án a Biztonságos Internet Nap programjához kapcsolódva rendhagyó órák keretében hívják fel a karcagi diákok figyelmét is az internetezés veszélyeire, az okostelefonok használatára a bűnmegelőzési osztály munkatársai az ifjúsági házban. Február 11-én a Bérletes Színházi Sorozat harmadik előadására várják a színház kedvelőket a Déréni Kulturális Központban. A Turaida Színház a Medve nem játék, Székely Pajzány Történetek című darabot mutatja be. Február 14-én rendezi meg a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola Karcagi Társastánc tanszékének félévi záró vizsgáját a Déréni Kulturális Központban. Február 14 és 17-e között kerül sor a Városi Sportcsarnokban az Asztalitenisz Országos Diákolimpia döntőre. Február 11 és 15-e között rendezi meg a Györf István Katolikus Általános Iskola a Györfi Napok programjait, ezen belül február 15-én kerül sor a Györfi Néptánc Gálára a Déréni Kulturális Központban. Február 17-én kerül megrendezésre a Déréni Kulturális Központban a DDC Sportegyesület Országos Minősítő Fashion Dance és Rock and Show Farsangi Tánc versenye. Február 19 és 21-ei között az óvodások számára szerveznek rendhagyó könyvtári órai foglalkozásokat, Mondd meg, szereted-e az állatokat címmel a Déréni Kulturális Központban. Február 20-án a Város Nyugdíjas Klubjait várja a Farsangi Bálba az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub a Déréni Kulturális Központban. Február 26-án kerül sor a Filmharmónia hangversenysorozat második alkalmára a Déréni Kulturális Központban. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Kamara Egyettesének Kacor a Király című előadására várják az általános iskolásokat. Köszönöm szépen a tájékoztatást! Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkatárs szerint 2019. február 28-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a
képviselő testület. Van-e erre az ülése valakinek napirendi ponti javaslata? Úgy látom, hogy nincs. Akkor nagyon szépen köszönöm a megjelenést, az aktivitást, a mai ülést bezárom. További szép napot, jó pihenést kívánok mindenkinek.